25 éves évfordulóra készülnek, jól halad a felújítás, edzenek a kézislányok, a 4-es számú főút nem kifutó pálya. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 4-én 18 óra 5 perckor. Jeles ünnepre készül a Kazak-Magyar Baráti Társaság. Erről Varga Nándort, a társaság elnökét kérdeztük. Lassan 25 éve működik a baráti társaság, amelyet Karcagváros országgyűlési képviselője, az önkormányzat tagjai polgármester alapították abból az elképzelésből, hogy a kunok Kazak-Kipcsak ágának történelmével és hagyományaival foglalkozzon. A konzulátus 20 éves ünnepségén Varga Mihály miniszter úr mondta, hogy aki nem ismeri a múltját, nem találja helyét a jövőben. Mi ezt a hagyományt, hogy honnan származunk, mit csináltunk itt az elmúlt évszázadokban, és merre, hogyan tervezzük tovább az utunkat, ezt szeretnénk továbbvinni, és átadni a fiataloknak, átadni Karcag lakosságának, sőt, a kunoknak, a Kiskunságban is, és a délvidéken is, Bácskában, ahol szintén kuntestvéreink vannak. A társaság irodájában több kazak relikvia emlék van már. Tartják a kapcsolatot a konzulátussal és a nagykövetséggel, ahol most nagykövetváltás történt. Eddig napi kapcsolatban voltunk Jermek úr követségi titkárral, és ő rajta keresztül a nagykövet úrral is. Most nagykövetváltás történt, így a csapat nagy része hazament, és az új nagykövet megjelenéséig a már megjelent követségi titkárral vettük fel a kapcsolatot, és vele próbáljuk építeni a továbbiakat. Jövőre a 25. évfordulóra a társaság több rendezvénnyel is készül. Több rendezvénnyel is készülünk. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a jövő évre tervezünk olyan csapat építő tréninget, ahol először saját magunkat készítjük fel erre, és próbálunk megfelelni a mostani elvárásoknak. Továbbá több olyan programot szervezünk, ahol a Karcag lakossága is részt vehet, például ilyen, hogy augusztus táján a főtéri randevók felújítása kapcsán Magyarországon tanuló kazak diákokat hívunk meg, a Kunorgonda Zene Barátok Egyesületének tagjaival közösen fognak fellépni, ahol mindenki láthatja, hogy mit produkálnak az egyes népcsoportok, és utána közös vacsorán veszünk részt, ahol elbeszélgetünk egymással. Terveink közt szerepel, természetesen az új nagykövet megismerése után tudunk ebben konkrét dolgokat egyeztetni, de mindenképpen szeretnénk, hogy egyrészt a karcagiak is megismerjék a kazak szokásokat, másrészt a kazakok is megismerjék azt, ami a kun hagyomány. Többek között tavaly előtt is már vendégül láttuk a társaság nevében a Kazak Nagykövetség munkatársait, több mint 20 embert, és az ő általuk biztosított anyagból egy kiállítást is szerveztünk a Kálmán utca 1 szám alatt. A feladatunk közszerepel a magyar kazak kun hagyomány megismertetése. Idén augusztus végén a Kézdivásárhelyen a Pityóka Fesztiválon vettünk részt, a főzőversenyen első díjat nyertünk, erre kaptunk egy oklevelet, továbbá az őszi sokadalom nevű rendezvény egyéb helyeit is megtekintettük, többek között a Vigadóban levetítettük a Karácsony Sándor által készített Kunok hazája című filmet, így olyan kapcsolatot tudtunk a kézdivásárhelyekkel kialakítani, ami úgy érzem a későbbiekben hagyománnyá válhat. Idén jutott tudomásukra, hogy a Felvidéken van egy 300 lakusú település Kuntapolca. A polgármester asszony örömmel vette, hogy szeretnénk őket felkeresni. Már felkértem, egy történészt nézzen utána a település történetének. Velük is szeretnénk felvenni a kapcsolatot.
A 2020-ban méltóképpen megünneplik rendezvényekkel is a társaság 25. életévét. Munkálatok zajlanak a református templom körül. A részletekről Szentesi Lajos főgondokot kérdeztük. A templom felújítása második szakasza zajlik. A templom palástjának 2,2 méter magasan megtörtént a vakolat lebontása, és egy légzáró réteggel újra le lett vakolva. Az alsó szinten lévő úgynevezett körablakok teljes cseréje volt a nyugati és a keleti oldalon, majd a palástrészt új festés kapott a csatornától a földszintig. Az első munkafolyamat a templom palástjának a 2 méter 20 centi magasságban lévő vakolatok a teljes lebontása történt, és egy légzáró réteggel lett újra levakolva, lepucolva. Ugyanebben az időben az alsó szinten lévő úgynevezett körablakoknak a teljes cseréje lett a nyugati és a keleti oldalon. Utána a teljes palástrész teljes festés kapott, teljesen a csatornától a földszintig. Az alapnál külső és belső befúvással szigetelést végeztek, így nem fog feljönni a talajvíz a nedvesség a lábazatba. Az alapnál egy befúrásos módszerrel, külső és belső befúrással szigetelést végeztünk, ami azt jelenti, hogy egy vízzáró réteget fecskendeztünk be, ezáltal nem fog feljönni a talajból a nedvesség a lábazatra. A végső munkálatok a palást alatti résznél lévő lábazatnak a kijavítása történt, a fugázás teljes újra lett építve, valamint a már tönkrement mészkő lapoknak a cseréje történt meg. A templom belső felújítása is a topos, a tiszatavi templomok útján pályázatból történik. Itt vakolatjavítás van, és a padló felújítása fog megtörténni valamennyi padnál, a dobogó rész teljes terjedelmében deszkával fedik le karácsonyig. A munkálatokkal szeretnénk karácsonyra végezni. Jelenleg a belső építészetnél olyan munkálatok folynak, ahol vakolathibák vannak, a mennyezeti részen, valamint a karzati részen, és a templom belső felületén. Az utolsó munkálatok fognak lenni a padoknak a felújítása. A padok felújításánál azt szeretnénk elvégezni, hogy valamennyi padnál a dobogó rész teljes terjedelmében le lenne deszkával fedve, amit a műemlékhivatal elfogadott és jóvá hagyott. A városi sportcsarnokban tartja edzéseit a sütőkézi suli lánycsapata. Az edzések előtt beszélgettünk Nagyné sütő Mariannával és Szarkáné sütő Edinával. Ahogy abba hagytuk az aktív pályafutásunkat a hugommal az NB1-ben, és hazaköltöztünk gyermekeink születése miatt, úgy gondoltuk, hogy ezt a kézilabdázást tovább visszük a városban, mondja Marian. Mind a ketten NB1-ben kézilabdáztunk aktív pályafutásunk során, illetve NB1B-ben. Én voltam NB1B felnőtt női csapat edzője is, ahol igen szép eredményeket értünk el Nyiradonyban. Mind a ketten voltunk korosztályos válogatottak, én voltam felnőtt B-válogatott is, és az Adina is volt B-válogatott. Még annyit kell tudni, hogy a férjem is tagja az egyesületünknek edzőként, ő jelenleg is még aktív kézilabdázó Nyíregyházán NB1B-ben, és Jobbágy Gergő van még velünk, aki segíti a munkánkat, ő jelenleg a Kiskulcsosi Általános Iskolában testnevelőként dolgozik velem együtt, és így próbáljuk meg, még a felnőtt csapatban Major János is szerepet kapott, miután most a Karcegi Egyesület megszüntette, vagy szüneteltette a kézilabda szakosztályát, ezért átkerültek hozzánk azok a sportolni vágyó gyerekek, akik nem szerették volna abba hagyni a kézilabdázást, illetve átvettük a megyei felnőtt csapatot is, és így János lett ott az edző a felnőtt csapatnál továbbra is. Az utóbbi időben nagyon népszerű sportág lett a kézilabda, itt is. A csapatot a szülők is elkísérik a meccsekre, ami a gyerekeknek plusz erőt ad a sikeres szerepléshez. Ez egy igazán mindent megmozgató sport, és
úgy mondom, közönség kedvencé is kezd válni így az utóbbi időkben. Nagyon népszerű sportág lett. Szerintem a foci mögött a második legnépszerű sportág Magyarországon a kézilabda és a világon is. És úgy gondolom, hogy aki részt vesz az edzéseinken, az jól érzi magát, a mérkőzésekre való utazás is, és a mérkőzéseken való részvétel is egy, úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is egy közösségformáló eszköz, hiszen a gyerekeket nagy részben elkísérik a szülők, és így rengeteg olyan baráti és tehát kapcsolatok alakulnak ki, ami egy igen jó közösséget alkot, és most már harmadik éve igen nagy létszámmal tesszük meg ezt folyamatosan. A sütő kézisuliban óvodás nagycsoportos kortól kezdik a képzést folyamatosan felépülő rendszerben, és ahogy nőnek a gyerekek, úgy tanulnak egyre többet. Technikai képzés, lövésformák, védekezés, támadás, gyorsaság. Óvodás nagycsoportos kortól kezdjük el a képzést folyamatosan felfelé épülő rendszerben, és ugye, amit mondtál, ez a technika és egyéb dolgok, ezek úgy alakulnak ki, ahogy nőnek a gyerekek, különböző sajátosságaikat kihasználva alakulnak ki ezek a technikai képzések, ezek a lövésformák, a védekezés, a támadás, a gyorsaság, ugye ezek életkori sajátosságoknak. Persze nyilván vannak kimagasló tehetségek is, és célunk is az, hogy a kimagasló tehetségek kerüljenek el olyan NB1-es klubokhoz, ahonnan már most kaptunk megkereséseket, hogy a gyerekeket szívesen látnák azokba az NB1-es klubokba. Gondolok itt a Debrecenre, gondolok itt a Nemzetközi Kézilabda Akadémiára, ahol nyilván olyan kapcsolatunk van a Nemzetközi Kézilabda Akadémián az edzőkkel, hogy gyakorlatilag mindenkit személyesen ismerünk, vagy a Csabi, vagy az Edina, vagy én. Ugye nekünk voltak edzőink, vagy esetleg egymás ellen játszottunk még annak idején NB1-be. Tehát velük fölvettük a kapcsolatot, és nyilván, ha van olyan tehetség, gyerek, aki arra ambíciót lát, hogy ő ebből szeretne megélni, vagy szeretné komolyan véghez vinni ezt a sportot, egészen míg ki nem öregszik úgy, ahogy mi, akkor próbálunk lehetőséget biztosítani. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez a dolog meg fog itt állni. Az edzők látják a gyerekeknél a fejlődést is. Van, aki 2 éve alig tudott labdát fogni, most pedig már jeles góllövő lett. Rengeteg rejtett kincseik vannak ezeknek a gyerekeknek, akiről 2 éve azt gondolta az ember, hogy ő eljön csak azért, hogy ne legyen otthon, és ez egy igen jó dolog, hogy nem a telefont és a tabletet nyomkodja, hanem itt van velünk edzésen, legalább ennyivel több lesz neki, jobban fog kinézni, mozogni fog, sportos lesz. És ugye eltelik 2 év, és azt látjuk, hogy hát ez a gyerek nem azért jött ide, hogy a tabletet ne nyomogass otthon, hanem igenis van benne tehetség. De ugye mindenki teljesen más ütemben fejlődik, máshogy jönnek azok a dolgok ki, lehet van, akinél sokkal hamarabb, van, akinél majd később fog megjelenni ez a dolog. Mivel egyszerre 2 csoportot edz, még jobban odafigyelnek arra, hogy mindenki a neki megfelelő edzés kapja, hogy az izomzata megfelelően erősödjön a munkához. Nyilván vannak az edzéseinkben olyan részek, ahol kifejezetten a sérülés megelőzés van olyan gyakorlatokkal. Meg kell tanulni az esést is. Persze, itt most nem feltétlenül az esésre gondoltam, hanem ezek a statikus izomerő fejlesztésekre, ahol megerősödik a általában kézilabdában a sérülékeny területek, ugye a térd, a boka, a váll, ezek, meg ugye nagyon fontos még nekik a törzsizom fejlesztés, ugye a lövéseknél nagyon sokat használjuk a hátizmokat, amiknek próbáljuk megerősíteni nekik, de hát nyilván, ahogy most hátra nézzünk és megnézzük, van a 140 centis gyerektől a 175 centisig is, úgyhogy nyilván másképp erősödnek, másképp fejlődnek, próbálunk odafigyelni ezekre, és ugye nagyon jó dolog az, hogy a gyerekeknek a 60-70%-ának mi vagyunk a testnevelői is, és ezért a mindennapos testnevelésben nagyon szépen bele tudjuk oktatni azt, hogy az izomzatuk megfelelően erősödjön. Az idei bajnokság elindult a nagyobbaknál, és a kicsiknél tavasszal fog, addig velük is járnak különböző kupákra, Debrecenbe, árulj el. Nagyné Sütő Marian, akinek néha hiányzik a versenyzés, épp úgy, mint testvérének, Szarkáné Sütő Edinának, aki szintén édesapja példáját követve választotta a kiskulcsosi iskolában a kézilabdát Örlös Zoltán vezetésével. Ma már azonban ő próbál a gyerekeknek mindent átadni a tudásából. Eddig jobban szerettem ugye aktívan részt venni a dolgokba, és így nagyon nehéz, hogy nem tudom én is ugyanazokat a feladatokat csinálni, vagy legalábbis már nem lehet ugyanazokat a dolgokat csinálnom, mint a gyerekeknek, de próbálok mindent átadni, amit eddig tanultam, és reméljük jó lesz.
Sok kis tehetség van most is az ő csapatában is. Lát olyat, aki néhány év múlva már felnőtt csoportban játszik. Úgy gondolom, hogy a labdajátékot az könnyű megszeretetni a gyerekekkel, ők nagyon érdeklik a labda minden gyerkőcöt. Hát a kézilabdát nagyon ajánlom mindenkinek, mindig is minden testrészünket megmozgat. Bízok benne, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon sok gyerek ki fogja próbálni ezt a sportágat, és valamikor majd jól fogja magát, vagy valahogy jól érzi majd magát benne. Aki kedvet ír, az a kézilabdázáshoz szívesen várják, hiszen ez az a sport, amelyik minden testrészt megmozgat. Nagyon fontos a gyerekeknél a testmozgás, az, hogy ne okostelefont és tabletet nézzenek, hanem mozogjanak. A kézilabda erre kiváló, állítja Edina, aki az óvodásokkal az első, második osztályosokkal foglalkozik. A sport a tanulásban is segít a gyerekeknek, jobban tudnak koncentrálni és kitartóbbak is lesznek, mondják saját tapasztalatból is a sütőlányok. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatósága nemrégiben 110 km/h sebességet engedélyező közúti jelzőtáblát helyezett ki a 4-es számú főút Törökszent Miklós és Szajol közötti szakaszán. De a 4-es számú főút továbbra sem kifutópálya. Jász-Nagykun-Szolnok megyében továbbra sincs autópálya. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megye igazgatósága múlt héten csütörtöktől emelt sebességet, vagyis 110 km/h sebességet engedélyező közúti jelzőtáblákat helyezett ki a 4-es számú főút Törökszent Miklós és Szajol közötti szakaszán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőr főkapitányság forgalom ellenőrző alosztálya a megengedett sebességhatár emelésének hatásait figyelemmel kísérve a korábban is ismertetett rejtett civil gépkocsival sebességellenőrzéseket végzett az adott szakaszon. Tapasztalat, hogy a közlekedők szűk csoportja már megemelt sebességhatárt is jelentősen túllépve közlekedik. Ezzel a magatartással nem csak saját, de utasaik és a közlekedés további résztvevőinek életét, testi épségét, valamint a vagyonbiztonságot is veszélyeztetik. A rendőrök a jövőben is hatékony, célirányos ellenőrzéseket fognak végrehajtani a megye közútjain. A szabálykövető állampolgárok védelme érdekében. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság nem hagyja, hogy a felelőtlen emberi magatartás tovább rombolja a közlekedési morált, és szándékosan közvetlen baleseti szituációkat idézzen elő. Fel kell készülni arra is, hogyha a járművezető épp nem lát az út mentén rendőrautót, attól még civil autóból lakott területen belül és kívül, valamint éjjel és nappal is számíthat a sebességének ellenőrzésére, tájékoztatta a Karcag Televíziót a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!